Tovább bővült a Jászfényszarói Ipari Parkban a kis- és középvállalkozások tevékenységét segítő létesítmények palettája. Az előre meghatározott fejlesztési terv szerint tavaszra ugyanis elkészült a vállalkozói műhely. Az új létesítmény lényegében a korábban Európai Uniós forrásból megépült vállalkozói ház bővítését jelenti, ami iránt folyamatos volt az érdeklődés. Amikor az érdeklődők száma 10-15-öt elérte, Jászfényszarú Város Önkormányzata felhatalmazásáért folyamodtunk, hogy akkor ezt a beruházást megvalósítsuk, amit 2019-ben kezdtünk meg. A Jászfényszarói Ipari Centrum Kft. Saját beruházásában a város önkormányzata támogatásával épült meg a vállalkozói műhely. A kivitelező 9 hónap alatt hozta létre. Ebben 4 különbontható 110 négyzetméteres helységet alakítottak ki, a műhelyeket a bérlők igénye szerint egybe is nyithatják. A Jászfényszarói Ipari Parkban 15 cég önálló telephelyen végzi tevékenységét, míg a Jászfényszarói Ipari Centrum Kft-től több mint 30 vállalkozás bérelt csarnokot, műhelyt, irodát. A városi cég rendelkezésére az új létesítmény megépítéséig 4 darab 500 és 2000 négyzetméter nagyságú ipari csarnok állt. A vállalkozói házban pedig 6 darab 80 négyzetméteres műhelyt, irodahelyiséget, szaunát, illetve fallabda pályát hoztak létre. Az új vállalkozói műhelyben 4 darab 110 négyzetméteres helység jött létre. A csarnokokban, műhelyekben, irodákban számos különböző tevékenységi körű vállalkozás látta meg a lehetőséget. Mindig minden épületünknél az egy fontos szempont, hogy bármi is a tevékenység, a lehető legkisebb beavatkozással, módosítással tudjuk az igényeit kiszolgálni, és itt azt mondom, hogy a raktározástól kezdve a bármilyen termék gyártásáig, a kutatásfejlesztésig lehetősége nyílik arra nálunk, hogy a tevékenységét megkezdje. Ez lehet kis, középvállalkozás, de akár egy nagy vállalkozásnak egy kihelyezett része is. Az új műhelyben már meg is kezdte tevékenységét egy vállalkozás, illetve újabb érdeklődők is jelentkeztek. A műhely szomszédságában kifejezetten az induló, fiatal kis- és középvállalkozások számára épül Európai Uniós támogatással egy inkubátorház, amint egy 500 millió forintos fejlesztéshez közel 300 millió forintos támogatást nyertek a városban. Egy közel 900 négyzetméteres épületről beszélünk. Szintén úgy próbáltuk kialakítani, hogy ennek a hasznosítása minél tágabb szolgáltatást nyújtó cégekhez alkalmazkodjon. Itt 5 műhely fog létesülni, és 4 iroda. Az irodák körülbelül 20-25 négyzetméteresek, felszerelve, bútorozva. Továbbá egy nagyobb irodahelység, amit számítógépekkel, irodai eszközökkel is felszereltek, ami szintén az induló vállalkozások lehetőségeit bővíti majd. A koronavírus járványhelyzet miatt sem kellett módosítani a csarnok építésének ütemezését. A tervek szerint idén, augusztus elején átadhatják a jelenleg 50%-os készültségi fokban álló új inkubátorházat, ami iránt már érdeklődnek a leendő bérlők.